azt mondhatom, hogy amikor diktatúra van, akkor ellenzékinek nehéz lenni. Amikor demokrácia van, akkor kormánypártinak nehéz lenni. Arról már nem beszélek, hogy ilyen egy miniszterelnöknek lenni. De minden esetre, amikor demokrácia van, és amikor a szabadságot biztosítja egy politikai rendszer és egy kormányzat, és amikor mindent elkövet annak érdekében, hogy biztosítani tudja azt, hogy az is kimondhassa, és azt is kimondhassa valaki, amivel nem ért egyet, akkor tudjuk, hogy mennyivel nehezebb kormányozni, mint szabadságban ellenzékinek lenni. Ki vonja felelősségre? Ki kérdezi meg? Az ellenzékit, vagy a minden szidalmazót a munkahelyen, az egyetemen, az utcán, a közértben, hogy ezt ígértétek? Senki nem kérdezi meg. De ha valaki azokkal mutat ki rokon szenvet, vagy ahhoz tartozik, ahhoz a politikai körhöz, amelyik kormányoz, akkor rögtön azt mondja, na hát nálatok is jól mennek a dolgok, nem ezt ígértitek a választásokon, nem ez van a programotokban, miért így csináljátok, miért van ez, miért van az. Ezért kértem azt, hogy amikor a programunkat és a beszámolónkat összevetik, vagy amikor a mérlegét megcsináljuk a működésünknek, és amikor kritikával illetnek bennünket, szíveskedjenek mindjárt a kritika mellé oda tenni a receptet is, mit csinálnának másképp, mit tettek volna másképp a helyünkben, és milyen utat és módszereket tudnak nekünk mutatni. És amikor másodszor szólalhattam fel, akkor sajnos nyugodtan, nem örömmel, de nyugtázhattam azt, hogy senki nem mondott olyat, hogy mit és hogyan kellett volna másképp tenni, és főleg senki nem ajánlott receptet, hogy mit lehetett volna ebben a 2,5 éves időszakban másképp cselekedni, ami nem azt jelenti, hogy mi mindent nagyszerűen csináltunk volna, vagy meg lennénk elégedve önmagunkkal. De valamit azért mégis mutat abból, hogy milyen mértékben körülhatárolt a lehetőségünk és a helyzetünk.